Új esetkocsival bővült a makói mentőállomás járműparkja. A 40 millió forintot érő korszerűen felszerelt mentőgépkocsit ma délelőtt adták át. A járművet Európai Uniós forrásból vásárolt az Országos Mentőszolgálat, mely 11 milliárd forintnyi támogatást kapott. Az összegből 22 új mentőállomást hoznak létre, 60-at felújítanak, továbbá 200 mentőkocsit vásárolnak. Ma Makón ebből a 200 mentőgépjárműből adunk át egyet, ami a kor minden elvárásának megfelel, mind mentéstechnikailag, mind pedig gépjármű technika szempontjából. Az új esetkocsira már nagy szükség volt, hiszen a régiek mellett a ma átadott a legkorszerűbb. Ennek ellenére az eddig használt mentőautókat is látni lehet majd. Makó mentőállomáson 24 órában két mentőgépjármű teljesít szolgálatot, egy úgynevezett esetkocsi, amely a súlyos eseteket látja el. Ezt az autót cseréltük le most erre az újra, és egy mentőgépkocsi. Az esetkocsin három fő dolgozik, egy mentőtiszt, egy mentőápoló és egy mentőgépkocsi vezető, a mentőgépkocsikon pedig egy mentőápoló és egy gépkocsi vezető. A kettő darab 24 órás gépjárművön felül nappal még két plusz úgynevezett nappalos mentőgépkocsi teljesít szolgálatot a mentőállomáson. A ma délelőtt ünnepélyes keretek közt átadott esetkocsi egy korszerű, klimatizált, gyógyszerhűtővel ellátott autó, amelyben a székek a beteg irányába forgathatók, emellett az újraélesztéshez szükséges minden eszköz megtalálható benne. Makónak már nagy szüksége volt az egészségügyi innovációra. Nagyon örülök neki, hogy megkaptuk ezt a gépjárművet. Köszönöm egyrészt, hogy ezt az autót megkaphattuk, mert ezzel Makó és térsége lakosságának az ilyen típusú egészségbiztonság érzete jobb lesz, stabilabb lesz, az ellátás színvonalra ez mindenképpen kihat. És megköszöntem a mentőállomás vezetőjének, a megyei főnökünknek és főleg a személyzetnek azt a munkát, amit a Makó és térség lakossága egészségügyi ellátásának az érdekébe végeznek. Én úgy gondolom, hogy egy fontos lépés ez Makó életébe, fontos az, hogy egészségügyi szempontból egy picit biztonságosabbnak érezhetjük létünket.